Magyarország királynéja, üdvözlé szép Szűzmánia! Újjá született az 1700-as évek végén épült egykori káptalani magtár, amely az államosítás után TS volt, majd sokáig kihasználatlanul állt. A magyar tárház megálmodói azt szerették volna, hogy méltó szerephez jusson a többszintes épület, azaz itt kapjon helyet egy a Kárpát-medence magyarságának kulturális értékeit bemutató interaktív kiállítás. Az átadáson Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, Szihalom olyan település, ahol pezseg az élet. Úgy fogalmazott, ez a nap az értékőrzésről szól, és azokról, akik e munkára tették föl az életüket. Mivel Magyar Kultúra napja van, szeretnék köszönetet mondani a Heves megyében élő alkotó, vagy Heves megyéből elszármazott művészeknek, alkotóknak, és köszönetet mondok a kulturális élet területén dolgozó civil szervezeteknek, illetve azon szakértőknek, akik az év minden napján azon munkálkodnak, hogy ezeket a kulturális értéket országosan, vagy akár itt Heves megyében minél több embernek be tudják mutatni. Elhangzott, az élményközpont több, mint egy múzeum. A látogatók itt nem csak megnézhetik a kiállítást, de kézbe is foghatják a tárgyakat, felpróbálhatják a viseleteket, hagyományos ételeket kóstolhatnak és játékos feladatokat oldhatnak meg. Egyfajta önellátást próbál tanítani azoknak, akiknek erre szükségük van, tehát pontosan azt az utat igyekszik megtenni, amelyet sem a múzeumok, sem a népművészeti bemutatók, sem a színpadi fellépések nem tudnak. A népi mesterségeket, viseleteket, bútorokat, használati tárgyakat bemutató központ anyagát civil szervezetek és magánszemélyek ajánlották föl. A működtető Tarnamente Tiszató Öko 2000 alapítvány 333 millió forintos uniós támogatást nyert el a látogatóközpont létrehozására. Az állandó és egy-egy tájegységet bemutató időszaki kiállításokon kívül táborokkal, lovas és gyermekprogramokkal, koncertekkel és színházi előadásokkal is várják majd a közönséget.